A férfi idegesen ült irodai asztalánál, és a lány nézte. Felvette ezt a tehetséget, ezt a szikrázó ötletekkel teli, ígéretes embert, és most mi van? Ma reggel is elkésett a meetingről. Egész nap csak járt fel alá, hol a kávéját kavargatta álmosan, hol a gépét nyomkodta fáradtan, tulajdonképpen nem is tudja, hogy csinálta valamit egész nap. Este 11 óra van, és még mindig nem kezdett hozzá a holnapi határidejű pályázatához. Bosszúsan köszönt el tőle, és hazafelé menet arra gondolt. Ez így nem mehet tovább. Lehet, hogy nagyon tehetséges, de nem lehet vele normálisan együtt dolgozni. Az a lány, aki ekkor dermedten bámulta az üres monitor a képernyőjét, én voltam. Úgy éreztem magam, mint egy művész egy üres festővászon előtt, akinek szóltak, hogy gyerünk, fess valami szépet, hiszen tehetséges vagy, csak ennyi kell a kreativitáshoz, nem? Bevenni 9 órára, hozzákezdeni a festéshez, 5 órára végezni és hazamenni. Úgy éreztem, hogy képtelen vagyok rá. Úgy éreztem, hogy olyan kötöttségek szorítanak, amelyekből nem tudok kiszabadulni, mintha egy ketrecbe zárt állat lennék. Minden olyan kötöttség, ami engem félelemmel töltött el, vagy úgy éreztem, hogy korlátoz, az visszatartott. Visszatart most is valami, úgyhogy ettől megszabadulok. Tehát ott ültem, és gondolkoztam. Azt éreztem, hogy valami baj van velem. De akkor egyszer csak, hosszú séta után, gondolkozás után, rengeteg olvasás után, egyszer csak összeállt a fejemben valami. Mintha egy mágnes vonzott volna mindent egy középpont felé, mintha egyszer csak megnyílt volna valami, és rajtam keresztül elkezdtek volna jönni a szavak. Éjfél volt, és olyan gyorsan mozgott az ujjam a billentyűzetem, mint még soha. Megcsináltam mindazt, amire hetek óta képtelen voltam. Mert mi is a kreativitás? Egy tett, vagy egy gondolat, vagy egy termék, amely megváltoztat meglévő rendszereket, és vagy egészen új formában mutatja a már meglévőt. Mi kell ahhoz, hogy mi magunk is kreatívak legyünk? Nagyon sokat segít, ha kíváncsiak vagyunk, hogyha nyitottak vagyunk új tapasztalatokra, hogyha hajlandóak vagyunk megismerni új dolgokat, hogyha megtesszük azt a szívességet magunknak, hogy folyamatosan érdeklődünk, és folyamatosan megkérdezzük mindenre, hogy miért. Mintha egy gyermeki szenvedély lenne bennünk. Én is így éreztem magam. Mint egy gyerek, aki felfedezett valami újat, és azt létrehozta. Nagyon-nagyon boldog és büszke voltam. És azon gondolkoztam, ha visszamennénk az időben, vajon kikkel találkoznék így, éjfél körül, akik alkotnak. Mert hogy jó, ha nyitottak vagyunk, és jó, ha gondolkozunk azon, hogy olyan kik is voltak ezek a szereplők. Hiszen a Bovarinét, Flaubert, este 9:30 és hajnal 3 között alkotta. Minden áldott éjszaka. Picasso 11 óra előtt soha semmelyik nap nem kelt föl. Délután 3-kor kezdett hozzá az alkotáshoz. 10 óráig. Majd volt, hogy éjfél körül, folytatta egészen hajnal 2-ig. Ki az, akivel nem találkozhattam volna? Ekkor. Hát például Bázákkal, aki hajnal 1 és 8 óra között alkotott minden áldott nap. Este 6 órakor már aludt, mint a kis angyal. Nem találkozhattam volna Csajkovszkival, aki 10 és 12 óra között alkotott minden nap, illetve este 5 óra és 7 óra között. Szigorú napirend szerint. Vagy Thomas Mannnal, aki azt mondta, ha én felébredek reggel, 10 és 12 között alkotok, és utána csak és kizárólag egy dologra akarok koncentrálni, arra, hogy inspirálódjak, arra, hogy új élményeket szerezzek. Mert ahhoz, hogy igazán nagyot tudjunk alkotni, szükségünk van az inspirációra. Hogy honnan? Nézd mélyen magadba. Mi az, ami már gyerekkorod óta érdekel? Mi az, ami iránt elhivatottságot érzel? Mi az, amit csak hobbiként gondolsz az életedben, de szívesen olvasol róla az interneten? Hidd el, hogy több millió dolog közül, ha valami téged érdekel, az nem véletlen. Menj utána, ragadd meg. Teljesen mindegy, hogyha ez nem kapcsolódik a munkakörödhöz. Teljesen mindegy, hogyha azt gondolod, hogy ez hülyeség. Menj utána. Mert annak a hívó szava, ami téged megszólított, az sokkal több annál, mint amire te most gondolsz.
Az valami olyan megnyilvánulás rajtad keresztül, ami miatt neked itt kell lenned most, ahol vagy. Alkotói válságban voltam. Hiába a sikeres pályázatok, hiába a nagyszerű munka, egyszerűen úgy éreztem, hogy valami hiányzik, hogy ennél bennem sokkal több van, hogy én sokkal többet tudnék adni a világnak. Szerencsére nyitott voltam új dolgokra, és jött egy lehetőség, hogy egy barátnőmmel elmehettem Tájföldre. Csak 3 napja voltunk Szamúj szigetén, amikor mezitlábáltam a tengerparton, sütött rám a napfény, a hullámok lágyan nyaldosták a lábamat, és egyszerre csak éreztem, hogy sokkal, de sokkal több ötletem van, mint az elmúlt 1 évben bármikor. Mintha egyszer csak az univerzum megnyílt volna, és rajtam, mint formán keresztül megnyilvánult volna valami más, valami több, valami valódi, valami igazi. Valami olyan, amit nem mindig tud szavakba önteni, valami olyan dolog, amit nem mindig lehet konkretizálni. Megvilágosodott előttem, hogy milyen irányba szeretnék haladni. Éreztem, hogy az addig elindított bármilyen tett az életemben, az addigi félbeszakadt tanulmányaim, a nagyon sokrétű munkatapasztalatom, minden, mintha egy irányba vezetne. Vagy mégse? Gondolkozni kezdtem rajta, és rájöttem, hogy nem. Valójában a forrás az, ami mindegyikben hasonló. Egy bizonyos eredetből ered minden. Van benned egy hívószó, és bennem is volt egy hívószó, és annak a különböző megnyilvánulásaim voltam. Mikor ezen az úton, mikor azon az úton. Egyik sem egy irányba mutatott, de mindegyik ugyanonnan keletkezett. Azt éreztem, hogy az utazás, ami számomra az egyik legfontosabb dolog a világon, mert új embereket ismerhetek meg, új életeket, új környezetet, a sokkal több annál, mint amire eddig gondoltam. Nem egy szimpla nyaralás, annál sokkal több inspiráció. Rájöttem, hogy ha megváltoztatom a környezetemet, akkor megváltoztathatom a valóságomat is. Ha te a mindennapi életedbe keresed a kreativitást, a kreatív dolgokat, akkor változtass a környezeteden. Meg fog változni a valóságod is. Kezdj el új emberekkel találkozni, új emberekkel beszélni. Ha érdekelnek különböző témák, mélyedj el bennük. Ha nem érdekelnek, abban is. Ha eddig a csillagászat érdekelt, nyugodtan kezdj el a biológiáról olvasni. Ha a káoszálmélet a kedvenced, akkor holnap menj el egy festészeti kiállításra. Engedd meg magadnak, hogy táguljanak a határaid. Engedd meg magadnak azt, hogy inspirálódj. Mindenkinek más az útja. Nekem az utazás adta ezt. És ahogy ott álltam a tengerparton, és rácsodálkoztam az addigi utamra, és megtaláltam a forrás benne, akkor rájöttem, hogy föl kell mondanom. Hazajöttem, és saját vállalkozásba kezdtem. Nagyon jó volt az elején. Imádtam a szabadságot. Végre saját magamnak mondhatom meg, hogy mikor kelek, mit csinálok egész nap, milyen munkákat vállalok el, hogyan fogok élni. Aztán 2-3 hónap múlva hirtelen jött a krach. Ja, hogyha nem szól rám senki, akkor nem biztos, hogy dolgozom? Ismerős valakinek? Eddig főnök volt az életemben, most nincs, saját magam főnöke vagyok. Óriási a szabadság, rengeteg a választási lehetőség. A kényelmeset választom sokszor. Rá kellett jönnöm, hogy a kényelmetlen szükségszerű. Mert ahhoz, hogy alkotni tudjak, ahhoz szükségem van egy szigorú napirendre. Mert az inspiráció nem a válasz a kreatív embereknek. És ha kreativitást keresel, nem az inspiráció lesz a válasz, hanem az alkotás, a folyamatos munka. Ahogyan Csíkszentmihályi Mihály is mondja, a kreativitás az nem egy hirtelen jött megvilágosodás, hanem a kemény munka gyümölcse. Tanulj, folyamatosan képezd magad, inspirálódj, de mellette dolgozz, alkoss. Ha nem jók az ötleteid, ha nem minden tökéletes, akkor is csináld tovább, folytasd minden áldott nap. Mert megtalálni úgy tudod önmagadat, hogyha folytatod ezt az utat, hogyha folyamatosan csinálod, a tettek beszélnek. Rájöttem, hogy szükségem van egy mentorra is. Hogyha keresel egy újfajta utat az életedbe, vagy el akarsz indulni egy másfajta úton, mint amin eddig voltál,
akkor tanulja jobbaktól. Keres olyanokat, akik azon a területen már sikeresek. Ez lehet egy TED videó. Lehet egy híres ember életrajza. Lehet egy cikk az interneten. Találj magadnak mentort. Lehet többféle is. És találd meg az eszközöket. Szerelmem volt az utazás. De ha én elutazok Balira, mint ahogyan arról szó is volt, hogyan tudok beszélgetni az ügyfeleimmel? Hogyan tudunk meetinget tartani? Hogyan tudjuk a határidőket tartani? Rájöttem, hogy ha a cégekkel együtt akarok dolgozni, akkor meg kell változtassam az ő valóságukat is. Azt is, amiben most élnek. Meg kellett tanítanom nagyon sokójukat olyan eszközökre, amiket korábban még nem ismertek. A közösségi média használatát, közös csoportokat, feladatkezelő szoftvereket, az e-mail rendszer megfelelő használatát, videócsetet. Nagyon sok vicces beszélgetésünk volt. Itt vagy te is? Nem, hallasz? Látsz? Rengeteg ilyen. De hidd el, ha megvan az utad, megvan a mentorod, akkor meg fogod találni a megfelelő eszközöket is. Digitális nomád lettem, bár nem tudtam, hogy ezt így hívják. Ez azt jelenti, hogy egy wifi vagy mobil internet segítségével, az okostelefonoddal vagy a laptopoddal bárhonnan dolgozhatsz a világban. Rájöttem, hogy rengetegen vannak rajtam kívül ilyen emberek. Azt jósolják, hogy 2020-ra 60 millió ilyen ember lesz a Földön, aki ebben a tevékenységi formában fog alkotni. 67%-uk szabadúszó, és 45%-uk, tehát majdnem a fele a jelenlegi számuknak tavaly lett digitális nomád. Egy végtelenül vonzó dolog ez, hogy utazz, lásd a világot, inspirálódj és közben dolgozz. De szükséged van arra, hogy szigorúan kövesd a napi rendedet. Nekem például délelőtt egy korai kelés megölje a kreativitásomat. Teljesen. Lehet, hogy föl tudok kelni, de jó ötleteim nem lesznek. Úgyhogy egészen átalakítottam a napomat. Délelőttönként videókat szoktam nézni, olvasok, elmegyek sportolni. Minden olyan dolgot csinálok, ami úgy érzem, hogy készé tesz arra, hogy délután már alkotni tudjak. Délután, amikor megteszem a kreatív munkát, pihenésre van szükségem. Nem egyszer fordult elő, hogy még szúnyókáltam is, akár csak egy nyugdíjas délután. És este 9-10 óra körül újraéledek, és van, hogy hajnalokig dolgozom. Ha ott van bennem az ötlet, ha ott van bennem az inspiráció, akkor van, hogy hajnal 5-kor fejezem be azt, amit elkezdtem. Másfajta élet? Lehet. Hogy boldog vagyok benne? Igen. Azt javaslom neked, hogy keresd meg, hogy te hogyan tudsz együtt dolgozni saját magaddal. Hogy neked mi a meneted, mi a bioritmusod, hogyan szeretnéd élni az életedet. És én azt ígérem neked, hogy segíteni fogok neked ebben. Hogy hogyan? Hiszek abban, hogy a kreatív emberek megérdemlik, hogy őket megértve, velük együttműködve formáljuk a világot. Ezért én mindent meg fogok tenni azért, hogy azokat, akiket elnémítottak a fennálló társadalmi rendszerek, a szabályok, a berögződések, azokat újra fénylen lássam. Mindent meg fogok tenni azért, hogy ezt az üzenetet minél több céghez vigyem el, ahol bolygó hollandiként próbálygó kreatívok vannak napközben, és nem tudnak kibontakozni. Mindent meg fogok tenni azért, hogy lángra lobbantsam bennetek azt a művészt, aki bennetek él. Mert hiszek benne, hogy bárki, de bárki képes kifordítani a sarkaiból a világot, hogyha lehet ő, és ég.